Üdvözöllek a videóm megtekintése alkalmából. Azt fogom neked bemutatni, hogy mi az a komposztálás, milyen folyamatokból épül fel, és miért érdemes ezt alkalmazni. Mit jelent a komposztálás? Mire jó? A komposztálás egy emberi tevékenység, amely a háztartásokban keletkezett szerves hulladékot hasznosítja. A komposztálódás során egy biológiai folyamat, lebontás játszódik le, amely a levegő és a lebontó szervezetek tevékenysége következtében komposztot, egy magas tápanyagtartalmú anyagot hoz létre. Nézzük, mi kerülhet a komposztálóba. A komposzt alapanyagait a kert egyik lehetőleg félárnyékos sarkába gyűjtsük össze. Az a legjobb, ha az összegyűjtött anyag a talajjal érintkezik. A komposztálóba kerülhet konyhai hulladék, gyümölcs, zöldség, tojáshé összetörve, kávészac, tealevél. Beletehetjük a kerti hulladékot, például a fűnyesedéket, száraz leveleket, lehulló gyümölcsöt, ágakat, galjakat. Kerülhet még bele egyéb hulladék is, kis mennyiségben, kezeletlen fa, karton, toll, fahamu vagy papír. Amit semmiképpen nem szabad beletenni, az a tejtermék, hús vagy főtt ételmaradék, mert oda vonza a rágcsálókat, illetve adalékokat tartalmazhat. Ne tegyél bele személyes higiéniai terméket a fertőzés veszély miatt. Ne kerüljön bele kártevők által fertőzött növényi rész, mert terjesztheti a betegséget. A felirat ellenére szigorúan tilos a lebomlónak nevezett bevásárlószatyrot beletenni, mert csak ipari komposztálás során bomlik le. Az olaj és a zsíradék lassítja a lebomlás folyamatát, szintén nem itt van a helye. Tilos beletenni veszélyes anyagokat, vegyszereket, de műanyagot sem érdemes. Miben komposztáljunk? Sokféle megoldás közül választhatunk, de néhány szempontot vegyünk figyelembe. Fontos, hogy jól szellőzzön, mert a lebomláshoz levegő szükséges. Legyen szétszedhető, magasítható. Egyszerűen kezelhető legyen a feltöltés és a kész komposzt kitermelése során is. Nem utolsó szempont, hogy környezetbarát anyagból készüljön. Legjobb, ha lebomló vagy újrahasznosított anyagból, és sok éven át használható. Nézzük a komposztálás folyamatait. A szerves anyagokat halmozzuk rétegbe. A legalsó réteget durva, szilárd szerkezetű anyagból, például kéreg és fatörmelékből alakítsuk ki, hogy a levegőztetést biztosítsuk alulról is. Erre rétegezzük a kerti és a konyhai hulladékot. A rétegek közé tehetünk földet vagy kőzetlisztet. Ha megtelt a komposztgyűjtő, keverjük össze a rétegeket, majd 4-6 hétig ne is nyúljunk hozzá. Ez alatt beindul a lebontási fázis, amely magas hőmérsékleten játszódik le, baktériumok és gombák közreműködésével. Ezután ismét keverjük össze a komposzthalmot. Ha túl száraznak találjuk, locsoljuk meg egy kicsit. A hőmérséklet csökkenésével benépesül talajlakókkal, ezerlábúakkal, ászkákkal, az anyag lassan megsötétedik. Ez a friss komposzt, amely a növények számára még túl erős lenne, még egy érési folyamaton megy keresztül, amelyben a földi giliszták is nagy szerepet játszanak lazító, keverő tevékenységükkel. Nézzük a komposzt felhasználását. A komposztban sok szerves anyag, humusz, méz és a növények fejlődése szempontjából fontos tápanyag található. Felhasználható talajjavítása, fontos alapanyaga a virágágyások és a veteményesek földjének. A komposztálásnak ezen kívül előnye, hogy csökken a háztartási hulladék mennyisége. Fontosságára hívja fel a figyelmet a komposztálás napja, melyet október 10-én tartanak. Komposztálni akármilyen hihetetlen, de lakásban is van lehetőség. Erre találták ki a beltéri giliszta komposztálót.
Ez egy olyan műanyag vödrökből készített zárt edény, amelyben házi gilisztáink vígan munkálkodnak, szerves zöld hulladékainkból minőségi humuszt állítanak elő. Köszönöm a figyelmedet! Remélem, kedved támadt ilyen érdekesen hasznosítani a zöld hulladékot. Itt láthatod felhasznált forrásaimat.